családtámogatási ügyben jöttem a kormányablakba. 2 percet kellett várnom, és hát néhány perc alatt el is intéztük. Gyermekeimnek okmányt, gépjármű ügyintézésben is többször igényeltem a kormányablak segítségét, és hát családtámogatásban is voltam már többször. Én lettem pont a 100 000-dik, úgyhogy ez most így sikerült. 2015. április 30-án nyílt a Gyoma Endrődi kormányablak az ország 100. kormányablakaként, amely számunkra nagyon fontos volt, hiszen Békés megyében viszont a 3. nyílt meg. Azt mutatják azóta az ügyfél számok, hogy szükség volt erre, és ennek a térségnek bizony erre a igazgatási központra a jövőben is szüksége van. Ha hetente olyan 450 állampolgár fordul meg. Az elmúlt évben 22 000 ügyet intéztek itt a kollégáim, a Gyomendődi járásban viszont 35 000. Tehát azt mutatja a számok, hogy 60%-át az ügyfeleknek mégiscsak a kormányablakban bonyolódnak. Én azt gondolom, hogy a következő évek is ezt fogják meghatározni, hiszen folytatjuk a fejlesztéseket, a parkoló kialakítása és a járási hivatalnak a felújításával.